Több mint fél millió munkamenet történt a 2015-ös teljes évben a sárospatak.hu internetes oldalon, vagyis ennyi alkalommal végeztek valamilyen tevékenységet a felhasználók, még tovább pontosítva ennyi alkalommal töltődött be a sárospatak.hu. Ezen tevékenységek alatt a kattintások által több mint 1, 30 millió letöltés keletkezett, vagyis ennyi alkalommal tekintették meg valamelyik oldalát, aloldalát, vagy cikkét a lapnak. Aros János emlékeztetett, nagyjából két éve döntöttek úgy, megújítják webes felületüket. Korábban megszokott és szeretett Sárospatak honlap formátummal szemben egy új, modernebb, sokkal többet tudó és minden igényt kielégítő honlappal kedveskedik a Sárospatakiaknak. Nos, az eredmények azt bizonyítják, hogy ez a kezdeményezés a pataki lakosok részéről szükségszerű volt. Az az átalakítás, amelyet a képviselőtestület végrehajtatott a pályázatot elnyerő vállalkozóval, ez pedig sikeres volt, hiszen a 2015 évben is több mint 160 ezeren látogatták a Sárospatak honlapot. Ez nagyjából 1500-as napi átlagnak felül meg ami, meg, ami igen szép számnak mondható. Az IP címek alapján a statisztikát készítő zárt rendszer arról is adatot szolgáltatott, hogy mely városokból látogatják leginkább inkább a pataki honlapot. Természetesen a sárospatakiak voltak a legaktívabbak, őket követték a budapestiek, majd a miskolciak, és a sátorolja új helyi a szomszéd településnek a lakosai is szinte naponta követik figyelemmel a sárospataki közéleti tevékenységeket. Én azt hiszem, hogy ez a honlap ez valóban minden igényt kielégítő. Természetesen a hozzánk beérkezett vélemények és javaslatok és észrevételek alapján, ha szükséges, akkor naponta változtatunk, és próbáljuk meg kiegészíteni a szolgáltatásainkat. A látogatók nagy többsége, több mint 93 a Magyarország területéről kereste fel az oldalt, második helyen Szlovákia, ezt követően Németország, az Egyesült Államok, ötödik helyen pedig az Egyesült Királyság területén élők állnak, akik rákattintottak a sárospatak.hu-ra. Még egy érdekes adatsor a 2015-ös év leglátogatottabb napja, április 10-e volt, ekkora napi átlag két és félszeresével, összesen 3700 4 letöltéssel lehetett számolni.